érzékeny szempontjából már behozhatatlan előre tettek szert, viszont itt vannak Vince Feriék, itt vannak Durán Frigyesék. Bodolai László és Popovics László érkezik meg hozzánk. Akartok rá egy fotót? Mindenképpen jobban kell összpontosítani mind a kettőnek, plusz az autónak is remekelni kellene. Lenne van? Én szerintem igen, nekünk is most sikerült a felkészülés, eddig évben szerintem most sikerült a legjobban, úgyhogy én bízok benne, hogy felállapodok. Nem megy? De.
érkezik hozzánk Bodolai László és Popovics László, akik szintén sikerrel teljesítették a versenyünket. Abszolútban a hetedik helyen végeztek, nagyon sokáig ötödik-hatodik időket tudtak autózni, tehát kinézhetett volna akár Laciéknak is egy pódium, végül is aztán a hetedikként, de azért mosolygósan itt vagytok. Igen, tegnapi tempónk az megfelelő volt, ott voltak negyedik helyezéseink is a szakaszokon, meg tudtuk az elejével is úgy tartani a lépést. A mai napra egy picit álmosan kezdtünk, hibáztam is egyet-kettőt, most az utolsó pedig három hengerre jöttünk le, de fő, hogy itt vagyunk, nem egy rossz pozíció lehetődik sem. Jövőre folyamatosan találkozunk? Ez még egy pár hét kérdésünk felmerül, de valószínűleg. Köszönjük szépen, így legyen, és gratulálunk a hetedik helyezéshez is, hiszen nagyon kemény mezőnyben sikerült ezt megszerezni, hiszen nagyságrendileg 10 darab R5-ös autó csatázott egymással itt Egerben, illetve a Heves megyei utakon. Bodolai és Popovics László tehát a versenyünk hetedik helyen zárt.